Nem mentek el a kormánypárti képviselők arra az albizottsági ülésre, amelyen az MSZP politikusai az ároktői ügy tapasztalatait szerették volna megbeszélni. Ehelyett egy saját javaslatot ismertettek egy külön sajtótájékoztatón, eszerint a legsúlyosabb ügyekben ítélet nélkül is korlátlan ideig lehetne előzetesben tartani a gyanúsítottakat. Ritka az ilyen eset. Több a kamera a bizottsági ülésen, mint a politikus, pedig a téma az ároktői ügy. Az alkotmányügyi és a rendészeti ellenőrző albizottság mai ülését MSZP-s politikusok hívták össze, de megtartani nem tudták, mert a kormánypárti meghívottak nem mentek el. Mi úgy értékeljük ezt, hogy ez az országgyűlési tekintély megsértése, országgyűlés tekintélyének a megsértése, hiszen nem egy szocialista rendezvényről van szó, hanem az országgyűlés két ellenőrző albizottságának a hivatalos üléséről. Másként látják ezt a kormánypártok képviselői. Szerintük olyan helyre felesleges elmenniük, ahol nem várható érdemi párbeszéd. Politikai hisztériakeltésnek gondoljuk azt, amit az ellenzéki pártok ennek az ügynek a kapcsán terveznek. Ehhez felhasználják idős embereknek a félelmeit is, a jogos félelmeit. Másrészt senki nem gondolhatja azt komolyan, hogy egy politikai felhangú bizottsági vitában érdemi javaslatok születhetnek. Gulyás Gergely szerint az ároktői ügyben mind az ügyészség, mind a bíróság hibázott. Előbbinek indítványozni, utóbbinak pedig elrendelni kellett volna a két szabadon engedett férfi esetében a jeladó, vagyis a lábperec használatát. Az OBH szóvivőjét a parlamentben arról kérdezték, hogy tényleg hibázott-e a bíróság. Mi úgy gondoljuk, hogy az a cél, hogy az előzetes letartóztatás maximális időtartama teljesen független attól, hogy az 3 év, 4 év vagy 5 év, a szóba se kerüljön. Se a bírónak, se a terhetnek ne azt kelljen számolgatnia, hogy neki még mennyi van hátra az előzetes letartóztatásból. A kormánypártok még az ülés előtt bejelentették, a hasonló esetek elkerüléséért új törvényjavaslatot terjesztenek az országgyűlés elé. A legsúlyosabb, legalább 15 éves szabadságvesztéssel fenyegetett életelleni bűncselekmények esetében ne legyen felső határa az előzetes letartóztatásnak. A szocialisták szerint viszont a Fidesz ezzel egy olyan javaslatot akar megszavaztatni, amelyik a saját alaptörvényével is ellenes. Harangozó Tamás úgy vélekedett, hogy a szökésért egyértelműen a Pintér Sándor által felügyelt rendőrség a felelős. Innen is üzennénk a belügyminisztériumnak is, hogy nem lehetősége, hanem kötelessége lett volna a rendőrségnek ezt tennie, és nem mutogathat, és nem tolhatja le magáról a felelősséget semmilyen más szervre ebben az ügyben. A Fidesz azt is törvénybe foglalná, hogy a büntetőügyekben kijelölt szakértőnek 90 napon belül szakvéleményt kell adnia, különben rendbírsággal sújtható.